Szeretettel köszöntelek benneteket és vendégeinket is a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Zombai Általános Iskola nevében. Az iskolások tudják, hogy ezen a héten Zombán a Nemzetiségek és Kultúrák Hete című projekt hét zajlott. De azt jelentette, hogy sok mindenki mindenféle színes programon vehetett részt, voltak, akik kiránduláson voltak, tanulmányi kiránduláson, voltak olyanok, akik rendhagyó történelemórákat hallgathattak meg a Zombán élő népcsoportoktól, kultúrájáról, történetéről, de ez egészen odáig folytatott, hogy még rétest is süthettek a hetedik osztályosok, saját maguk készítették, a picik hangszereket készítettek, tehát sok mindent kipróbálhattatok, aminek köze van a német nemzetiségi kultúrához, illetve a székelyek és a román kultúrájához. Ezt a hetet szeretném most egy apró kis műsorral zárni, és ebben az iskolatársaitokat láthatjátok, énekkel, tánccal készültek, valamint a lényeg ennek a mostani produkciónak és műsornak, hogy utána megtekintsünk egy babakiállítást, de erről még majd a műsor után részletesen beszélünk. Fogadjátok sok szépen! Donald Schwaben, Werder Mitchell, unser sind wir weit und breit bekannt. Unsere Heimat war im Donauraum und sie bleibt für uns ein ewig schöner Traum. Unsere Ahnen sind nach Schwabenland eingezogen in ein fremdes Land. Und sie schafften hier mit Blut und Hand. Mit sie auf Leis und Schweiß ein schönes Land. Gott auf Erde standen weit und breit. Saubere Dörfer sieht man schon von weit. Auch in Städten waren wir zu Haus, wo sie schafften hier mit Fleiß Jahr ein Jahr aus. Zeiten kommen und die Zeiten gehen, und so mussten wir auch wieder gehen. Aus der Heimat dort im Donauraum, doch sie bleibt für uns ein ewig schöner Traum.
Ami nem igazán baba kiállítás, hanem egy viseletnek, a sváb viseletnek a bemutatója, viseletnek a bemutatója. Ti már tanultatok történelmet,
Tudjátok, hogy a svábok hogy kerültek ide, hogy a törökök kiűzése után németeket betelepítették, svábokat, németeket, és ők annak idején hozták magukkal a viseletüket, kultúrájukat. Azért ilyen különbözőek a viseletek, mert különböző helyekről települtek ide Magyarországra. Minden településnek szinte más viselete volt, más ruha és pacske viselete, meg hát nagyon sok mindenben különböztek szokásaik is, attól függ, hogy ki honnan érkezett. Itt most 18 babát láttuk, egyébként 60 darab van otthon, 37 településnek a viseletét törökítettem meg. Ezek olyan viseletek, amik eredeti alapján készültek, amennyire lehetett eredeti anyagokból, és a viseleteket megkülönböztetjük tehát települések szerint is, ahol vallás szerint is eltűnöttek egymástól, és származásuk helyétől ügyel is különböztek egymástól. Nagyon sok színű a viselet. A múlt században, század elején még általában sötét, fekete ruhába jártak az emberek, aztán később kezdett színesebbé a viselet. Az első világháború után kezdett már inkább színesebb lenni, és aztán ugye 40-es évek fele már igen darka is volt. Nem tudom, mit meséljek még róla nektek. A pacskeroknál ugyanez a helyzet, vallás szerint is különbözőek, település szerint is különbözőek. Azt mesélték, hogyha elment valaki régen a vásárba, akkor meg tudták állapítani a lábbelényéről, hogy melyik faluból jött és milyen vallású. Nagyon sok szép pacskert lehet találni, látni, még már nem viselik, de egy csodálatosan szép kézimunka, az is egy ilyen pacskert megkötni, hát ez egy élmény. Ugyanúgy, mint ahogy élmény egy ilyen ruhát megvarni, összeszedni hozzá az összes eredeti anyagot, diszipló elemet, és nagyon sok mindent már kapni is nem lehet, tehát meg kell tanulni elkészíteni. Úgyhogy olyan sokféle kézimunkát kell ehhez megtanulni, amit az ember nagyon szívesen tesz, ha szereti a régi szép viseleteket. A gyöngyfűzéstől, a borgonástól, a kötéstől, a mindenféle kézimunkától kezdve a babákkal sok minden megtalálható. Régen mindent egyedül csináltak otthon, mert se pénz, se mesterember nem nagyon volt a faluban, úgyhogy mindenkinek meg kellett tanulni a saját ruháját előállítani. A ruháját, mint a pacskerját, amiben általában járt cipőt, csak ünnepi alkalmat képviseltek, amikor esküvő vagy temetős vagy valamilyen nagy ünnep volt. Egyébként pacskerben jártak. Annak is nagyon sok formája van. Olyat nem hoztam most, ami hát száras, aminek szára is van, de biztos, hogy ismeritek. Nagyokáiknak biztos volt, hogy olyan, hogy pacskernek hívtak, vagy gyakrózatnak. Nem tudom, hogy mit tudnék még mondani nektek, inkább azt mondom, hogy nézzétek meg, és ha valakinek kérdése van, nagyon szívesen segítek. Azt elfelejtettem mondani, hogy én is ebben az iskolában jártam, körülbelül 60 évvel ezelőtt, és egy nagyon jó iskola volt, nagyon sokat kaptam tőlem, hogy örüljetek, hogy ide jártam.